fegyvereket, nincs vezénylés, pontosabban a makákat figyelnek a magadat, de hagyja, hogy a makák saját ütemükben, a saját gyorsaságunknak megfelelően töltsék újra a fegyvereket. Ilyenkor ugyebár az történik, hogy nagy pontosság, precízség nem igazán van a fegyverekben, bár azért legyünk őszintén, ilyen 15 méterrel azért el lehetne találni egymást, de hát természetesen mi most ólomgolyót nem használunk. A Fogtalan mészállásban nem kezdtek annak idején, tehát azért abban az időben nincs készére. Hallatszott talán a 10-nél őrmesternek a vezényszal. És hát a honvédek most már egy minden feldöntő rohamra mennek, és hát gondolom, hogy a nemzetőrök is ugyan kivártak az utolsó másodpercig, de most hátulról meglepik ugyebár az osztrákjainkat, és hát ez azt hiszem, hogy ez így nagyjából itt a végét jelenti a történetnek, mert egy bekerített alakulat az általában ritkán tud ilyen csávából kiverekedni magát, úgyhogy itt valószínűleg véres veszteségek fognak lenni. Ugye szólnak a dobok, pontosabban a dob szól, elmetleg több dobnak is kellene lenni, de hát nekünk most egy dobosunk jutott, ugyanis a másik dobosunk most éppen a osztrák löveget takarítja a másik oldalon, mert hogy tüzérséget meg kellett erősítenünk. És még ugye azért a barátság kedvéért, mint egy orosz tábornok a magyar tüzérparancsnok is belekartácsoltat az összegyűlt gyalogságba. Ez se a honvéd oldal, se az osztrák oldal nem nagyon tették meg, de állítólag az orosz oldalok minden további nélkül, nem problémáztak ezzel.